Énekek, versek, táncok és hangszeres előadások. Ezekkel kedveskedtek Szabadkán a nagyszülőknek a Majsai úti általános iskola tanulói. Az elmúlt hetekben lázasan készülődtek a fellépésre. Szalbert Leontin verses összeállítással lépett fel. Sok szeretettel és nagyon két hétig egészen készültünk a nagymamáknak, meg a nagytatáknak, hogy meglepjük őket ebben a kis műsorral. Nagy Katalin örömmel érkezett a műsorra, ahol unokája is fellépett. A napsugaras őst arról szól, hogy mikor a gyerekek szerepelnek, ránk néznek ragyogó szemmel, és arra gondolnak, milyen jó, hogy itt az én nagyim, itt az én tatim, és ez rettenetes nagy örömet jelent számomra. Az idős polgároktól örököltük az iskolát, segítségükkel száll generációról generációra sok-sok tudás, mondta Bognár Beáta, igazgató. A mai nap alkalom arra, hogy kifejezzük szeretetünket, hálánkat a nagyszülők, illetve a nyugdíjasaink iránt, akiknek a gondoskodása, a törődése rengeteg erőt sugároz felénk, amely nagyon sokat jelent a számunkra. Hálásak vagyunk a nyugdíjasoknak, hálásak vagyunk a nagyszülőknek, a példamutatásért, az emberi értékekért, amelyeket átadnak nekünk. Az iskola igazgatónője elmondta, hagyományt szeretnének teremteni a napsugaras őszből, amelyet idén már harmadszor szerveztek meg.